Immáron harmadik alkalommal rendezték meg a robogó roadshow-t, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a motorosok biztonságos közlekedésére. Ez egy országos rendezvény, amely májusban kezdődött, és szeptember 13-án itt Dunaharasztin volt a végállomása. Elsősorban a robogózás népszerűsítése, illetve a biztonságos vezetésre való figyelemfelhívás. Úgy gondolják, hogy esetleg az autósok nem figyelnek eléggé a robogósokra, vagy ugye? Unlock. Ez is egy probléma, hogy az autósok nem figyelnek, illetve a robogósok nem figyelnek önmagukra. Nem használják a biztonsági felszerelést, nincsenek tisztában azzal, hogy bukósosak nélkül, kesztyű nélkül nem vezetünk. Fényvisszaverő ruházatot kell viselni, illetve az, hogy egyáltalán nem ülünk föl robogóra biztonsági felszerelés nélkül. A robogó roadshow-nak 9 állomása volt. Eddig Szegeden, Kiskörösön, Moson-Magyaróváron, Kiskunfélegyházán, Gyulán, Ózdon, Kecskeméten, Kaposváron, és a végállomás pedig nálunk Dunaharasztin. Minden rendezvényen a Kressz pályának a tesztpályáját állítjuk föl, ezzel is felhívva azt, hogy ugye emlékeznek-e, hogy szerezték a jogosítványukat, illetve hogy jogosítvánnyal szabad csak robogót vezetni. Tehát ez először is ugye végig kellett menni a tesztpályán, minél kevesebb hibaszámmal, és ugye minél gyorsabban, és nyilván aki a legügyesebb volt, őket díjaztuk, illetve ugye a képviselt márkáinkat mutattuk be a vevőknek. Kik csatlakoztak a rendezvényhez, illetve az ökkenőmentes lebonyolításához? Elsősorban minden városban a helyi partnerünk, ők is kijöttek, segítettek, illetve ugye, hogy megmutatni, hogy hol lehet megvenni ezeket a biztonsági felszereléseket. És esetleg a rendőrség is csatlakozott? Természetesen az OBB-t is felkértük, és természetesen csatlakoztak minden helyszínen, kijöttek és segítettek, illetve kressz lapokat töltettek ki a résztvevőkkel. Körülbelül 10 éve motorozom, és hát nekem már kiskorom óta nagyon tetszett ez a sportág, hogyha fogalmazhatok így. Mindig is megragadtak ezek a járművek. Mit érzel akkor, ha mondjuk felpattansz egy robogóra, vagy motorra és mész? Kifejezetten szabadságot érzek. És szerintem nincs olyan jobb érzés, mikor az ember megteheti azt, hogy oda megy, ahova akar, szinte minden kötelesség nélkül. És mire figyelsz, amikor elkezdesz robogozni vagy motorozni? A biztonság az természetesen nagyon fontos, hogy sisak, jacky, cipő, hogy az is legyen rajta megfelelő motoros felszerelés, mivel meg természetesen nadrág, hogyha az ember esik, mert az embereknek nem ez a célja jelesen, de mi van, ha megtörténik. És mit gondolsz, az autósok most már így kellőképpen odafigyelnek a motorosokra? Nem lehet erről így nyilatkozni, van, aki igen, van, aki nem. Hát, nincs sok ideje robogom, mert nagyon nem is szeretem őket, inkább a váltós motorokat. Hát azért választottam ezt a sportágot, mert hát nagyon kiskorom óta már tetszettek, és édesapám egyszer meglepett egyet, és így azóta folyamatosan megyek, és így sikerült letennem a sajnos még csak az 50 köbcentire a jogosítvány, de hát a cél az a nagy jogsi, a korlátlan. És mi a véleményed a motoros társadalomról? Hát nagyon rendes minden. Jó, van egy-két kivétel, akik szívóznak egymással, de amúgy nagyon rendes mindegyik. És egyedül szoktál motorozni, vagy így többen? Mert most is így többen érkeztetek erre a rendezvényre. Hát össze-vissza. Attól függ, hogy ki rendezi meg hogy. És mire szoktál figyelni a közutakon? Hát először is arra, hogy ne üssenek el, azért mert nagyon sokan nem figyelnek a motorosokra, mindig holtérben vagyunk állítólag, és hát én azt hallom, hogy a hangos kipufogó az életet menthet, úgyhogy hát mindenre szoktam tulajdonképpen figyelni, mert nem lehet tudni, hogy mikor mi történik, hogy másokat is elég a bajhoz. Indulsz egyébként itt a versenyen? Nem, sajnos az ujjam miatt nem tudok, mert nem bírok fékezni, és mert fáj a fékezem. Mondd, hogy nem motorozás közben történt. Nem, kocsi ajtót rácsukta.